Hármas szabály. A maga nemében páratlan. Én úgy álltam majdnem, mint a Borja az új kapu előtt, mint amikor megláttam ezt a szalagcímet magam előtt, mert egyből az a kérdés így nagyon pirossal feliratodott, így a fejemben fel volt írva, és villogott is, mint Las Vegas, hogy jó, de akkor mi volt eddig? Tehát, hogy most jutottunk idáig, akkor eddig mi történt, kérem szépen? Jó, azért mindjárt el is mondom, hogy miről van szó, mert hogy tényleg egy kicsit vissza kell gondoljunk arra, hogy voltak azért már botrányok, és voltak helyzetek, méghozzá nem akármilyen bélel cékek és kényelmes fotőjökben, ami ugye például a szenátus gyűlés termét is illeti. Mit ír a hír, ami így megakadt nekünk már a tegnapi nap folyamán? Nem lehet többé büntetlenül randalírozni a román szenátusban, írja a Krónika, mert hogy mindennemű fizikai vagy verbális erőszak fegyelmi kihágásnak minősül, és elég jó kis büntetéseket is kitaláltak egyébként, hát hogy ez van, hogyha rendetlen gyerekek vannak a teremben, akkor büntetést kell ugye kilátásba helyezni, attól majd biztos, hogy rend lesz. Így ha visszagondolok, tényleg voltak esetek, amikor elég érdekes szavak hangzottak el, vagy elég vehemens kiruhanásokat láttunk már ilyen nagyon előkelő helyen, hogy csak most jutottunk oda el, hogy ennek valamilyen szinten papíron, fehéren, feketén is akár következményei leírva legyenek, az egy érdekes dolog. Ez úgy néz ki, hogy a szokásrend működtette ezt a dolgot, aztán most valami rendet akarnak tenni a nagy rendetlen osztályteremben, ami igazából egy országvezető szenátusi testülete lenne, ha jobban meggondoljuk. De visszautalva egy kicsit az előző órai témánkra, az se baj, nem, bocsánat, a két órával ezelőtti témánkra, ugye itt a PFEL, meg adózás, aha, meg magánórák, meg kitánca és kassza, meg minden butaság és balgaság, szóval, hogy visszautalva erre, az se baj, hogy néha a saját házuk táján is megpróbálnak valamit rendesen véghez vinni, vagy pontra tenni, vagy egyáltalán korlátok közé szorítani. Mert azért, hát hogyha megnézzük itt a kormányválságos időszakot ugye a közelmúltból, de akár még előbbre vagy visszábra is megyünk, azért ott az eurós honatják tettek egy-két jó történetet le az asztalra, ha a parlamenti jelenlétről volt szó. Nem tudom, talán az volt számomra a legizgalmasabb, de a szó rettenetesen rossz olvasatában vagy értelmében, amikor nem is tudom már ki volt, és effektív kitúrta a mikrofon elől egyik a másikat, meg löglődés lett belőle. Arról nem beszélve, hogy azért ilyen élő facebookos közvetítésekkel, amikor megy a honatja és mutogatja és néz és selfie kamera és visszamutat, hogy a manóba lehet ott döntéseket hozni, érdemben értelmesen beszélni bármiről is. Szóval ideje volt, maradjunk annyiban ezt is egy kicsit korlátozni. Igen, hát erre mondjuk itt nálunk Romániában nem minden arany, vagy nem minden aura, ami fénylik. Mert hogy ugye 72 szenátor támogatta ezt a javaslatot, és 12-en szavaztak ellene. Én most úgy meg tudnám satszolni, ki az a 12, aki ellene szavazott, tehát biztos vagyok, hogy az aurós honatyák egyértelműen ellene szavaztak, mert ők, tehát ezt tudod olyan, hogy te tudod, hogy te mindig piszkálod az órodat, és akkor azt mondja a tanítónéni, hogy na gyerekek, ezentúl aki piszkálja az órát, annak adunk egy seggberugást. És akkor, na, kiszavazza meg. Hát, hogy te nem tudod pont megszavazni, mert pont piszkálod az orrodat. Hát, hogy nem tudod felemelni. Nem tudod felemelni az ujjadat, mert valahol el van dugva az orrodba. Vagyis, hogy igen, szerintem ez olyan törvényjavaslat volt, hogy aki ezzel szokott élni, ezzel a fajta visszaéléssel, vagy élni a visszaéléssel, igen, nagyon szép magyar megfogalmazás. Azt gondolom, hogy nem szavazta meg, illetve volt 21, aki tartózkodott, tehát aki nem akarta bevallani, hogy ő nem él vele, az tartózkodott. De ők azért tartózkodtak, mert éppen bunyó közepén voltak, és meg akarták várni, hogy ki nyeri meg a mondjuk testi egymásnak feszülést, és azért úgy gondolták, hogy még ezt függőbe hagyják. Igen, ezt tehát éppen rácigálták egymást, mondták, hogy hello, kell szavazni. Miről? Hát, hogy ne legyen erőszak a parlamentben. Jaj, most hagyja, én nem tartózkodom, nem tudok foglalkozni ezzel. Tudod, egy ilyen. Vagyis a másik dolog, hogy ez a parlament egy időben, nem tudom, élőben is közvetítették, nem tudom, emlékeztek arra az időkre, és nem tudom, hogy mi történt velem is akkor, tehát azt hiszem életemben akkor voltam a legmélyen. Depressziós vagy? Igen, mert én néztem. és igazából akkor élveztem a leginkább, amikor valami ilyesmi történt. Ja, tehát úgy néztem, mint egy ilyen show-t. Hogy igen, most... tehát hogyha már ilyen nagyon okos emberek nincsenek ott, akkor valójában sokkal érdekesebb így nézni
egy ülést, ahol esetleg beszalad valaki egy hatalmas zászlóval, és elkezd ordítani egy bannerrel, ami nem tudom milyen hülyeséget ír, és azon is gondolkodtam, ugye itt van egy kép is, hogy tudod, de készül mondjuk a honatja, hogy ő majd egy ilyen bannert be fog hozni, és akkor így próbálja lemérni, tudod, hogy ez vajon hány méterre hosszú, és akkor nem tudom, valamikor szünetbe oda megy, és kilépi, tudod, mert nem tudom, láttátok a fotón, hogy pont akkor az írás, amekkor a felszólalók előtti ilyen pulpitus. És hogy azt valami, szerintem azt kimérte, tehát, hogy ő oda ment nagy titokba, és így elkezdett lépegetni, és kérdezték, hogy mit csinál, és semmi, csak számolok egy, tudod. Az okos órám szólt, hogy le kéne gyalogolni még a napi adagot, valószínűleg ez volt. Ez szerintem tervrajzot nézett meg, tudod? Tehát az is vagy képzeljétek el, igen, kérte a tervrajzot. Elkezdett telefonálni, hogy valahogy a belső tanácsteremnek a tervrajzát kéne megszerezni. Gondolj bele, hogy te éppen frissvidéki diákként politológiából lemesteristél, és felmész asszisztensnek a honatjás, mekkora karrier, meg oda tesznek, hogy derítsd ki, hogy hány méteres a szenátus terme keresztbe megkasul. De Isten bocsáss, de tényleg azt kell mondani, hogy bárcsak ez lett volna a legdurvább dolog, ami ott ajtón belül történt, azért maradjunk annyiban, hogy még ott nem tartunk, mint az orosz videókon, mert azért az orosz parlamentről vannak. Igen, az már kitbox. Sőt, még korábban az ukrán parlamentben is sok tömegnyomó volt. Igen, tehát sportközvetítésnek is elment volna adott ponton. Nem véletlen, hogy te is, hogyha nézted ezeket a közvetítéseket, jött elsősorban szórakozni, mint sem tájékozódni akartál. Ennek is van egyfajta magyarázata. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ezt hogyan fogják kivitelezni, meg megoldani így egyáltalán ezeket a szankciókat, mert azért annyira naív még én sem vagyok, hogy elhiggyem, hogy esetleg hébe-hóban ne történne meg, mert ugye nem csak fizikai agresszióról beszélünk, hanem verbális agresszióról is adott pontot. Esetenként, amikor a bóle a legkedvesebb szó, amit megengednek maguknak, kíváncsi vagyok, hogy ez nem most... Nem bóle, hanem bóle. Igen, igen, hogy hogyan és miként fogják ezt most így visszafogni egyrészt, meg hogy lesz olyan, aki nem kiabál be ilyesmiket. Másrészt, ha valaki véletlenül be kiabál, akkor hogyan lesz itt a bünti rész? Mert elviekben nem tudom most pont ezért, de hogy ki tudják vezetni. Szerintem kell alkalmazzanak valakit, aki csak erre figyel, mert másképp nem lehetséges. Persze most én is hülyéskedek, de hogy amennyiszer elhangzanak ilyen jellegű sértések, szerintem az tényleg egy teljes munkakört lefedne, hogy valaki ül, és előtte van szintén a tervrajz, hogy ilyen... kinek hol a helye. Igen. Tudod, hogy igen, ott, igen, a harmadik sor, hetedik szék, kisűrott, jaj, ez a... Jó, behúzunk neki egy fekete pontot, káromkodott. A másiknak a 16. sorba, jó, az megsértette a másik illetőt, annak is egy fekete pont. És akkor, mit tudom, mindig, amikor mennek haza estékét a szenátorok, akkor mennek oda, nekem hány pontom van? Igen, elvesztettem a fonalat, bocsi. Heves volt ez az ülésszak, és nem tudom, hogy hánynál tartok bünti pontban. Ez olyan lenne, mint a foci meccseken a videóbíró. Igen, úgy kézzel, igen, vissza kell nézzük. Volna egy ilyen közös kamera kitéve, vagy egy tévé egy állványra, és akkor oda mennének, és megnéznék, hogy mi én is történt. Én nem mondtam ilyet, de igen. Mondtál. Nem mondtam, de nézzük csak vissza. De olyankor leállítanák az ülésszakot, és ameddig nem derül, hogy a bizonyos szenátor offside-ba került-e, vagy nem került-e a lesállásba, addig nem menne tovább. Egyértelmű, ezek a helyek nagyon be vannak kamerázva. Videó-audió felvétel készül, startból. Az a kérdés, hogy leállítják-e az egész procedúrát, meg folyamatot, hogyha észlelnek egy ilyet, vagy az lesz, mint az útadó kamerás felvételkel, tudjátok, hogy mész az úton, elcsípnek, vagy gyorshajtás, ezt rá 3 hónapra megkapod a büntetést. De hát kincs, hogy nem állíthatják le, mert akkor semmi nem lesz megszavazva az elkövetkező 4 évben, mert vagy amíg még ott vannak. Sok mindent szavaztak meg. Tehát de gondoljatok bele, hogyha valakinek nem tetszik egy törvénytervezet, bevállalja, hogy na jó, akkor valami szankció. Oda ordibál, nem? Mm-hmm. És akkor, na jó, akkor álljunk le egy pillanatra. Hogy... Nem, olyan szinten igazad van, hogy mi van akkor, hogyha ezzel visszaél valaki, mint adóásszal, azzal, hogy ez így, mi van, ha megóv egy teljes ülésszakot, amiben megszületett egy döntés. Mert abban nem érezte ő magát biztonságban abban a munkakörnyezetben. Mert hogy annyira ilyen-olyan szavakat kiabáltak, meg ilyen-olyan verbális atrocitást ért mindenkit, hogy úgy érezte, hogy nem tudott nyugodt lelkiismerettel és átgondolva, megfontoltan szavazni. Én biztos vagyok, hogy lesz ilyen, hogy visszaélnek ezzel. Biztos vagyok benne. Én biztos vagyok benne. Persze nem az a része a politikusoknak, bár nem tudom, olyan van-e, akiknek van mit a...
levesbe aprítani, pontosabban na, látod, nincs. Pont ez az, hogy itt, ha megnéztem ezt az egész az, hát belső rendszabálytervezetet is, tudod, hogy hol akarják őket büntetni, ahol a legjobban fáj. Igen, a pénz, a fizu. És ez már elég sokat elmond a szituációról, persze mindenkit ott büntetik legelső esetben, ha szakmai kihágás van, akármilyen szinten, akármilyen életterületen legyél elhelyezkedve, a fizetéshez lehet ugye hozzányúlni. Engem még mindig az döbbent meg, hogy eddig ugye, ha valamilyen nagyon komoly atrocitás történt, lökdösődés, galléronragadás, névennevezés, rágalmazás, akár plénum előtt, akkor volt ennek jogi következménye, amennyiben ugye külső civil pert intott egyik fél, sértett fél a másik ellen. Tehát a belső házrend egyáltalán önmagától automatikusan nem léptetett érvénybe semmilyen működési vagy procedurális eljárást, vagy fegyelmi eljárást. Ez amennyiben ez tényleg elfogadásra kerül, és lesz egy szentesített belső, mondjuk az biztonsági, ezen ponton az biztonsági rendszabályzat, akkor lehet majd ugye automatán bekapcsolni bizonyos eljárásokat. De ez egyébként nincsen már elfogadás. Gondolom, ez az új házrend, mert én úgy értelmeztem, hogy ez akkor így lesz. Tehát effektív, azért már annyit beszéltünk az utóbbi időben, igen, hipotetikus helyzetekről, meg törvénytervezetekről, hogy ezt azért fontos tisztázni, hogy akkor igen, ez már egy meghozott döntés. El van fogadva. A következő lépés az az, hogy lássuk, hogyan ültetik gyakorlatba. Mert azért a pénzbírságon innen is túl konkrétan mondjuk az ülés szakra vonatkozóan is vannak korlátozások. Tehát például van, hogy visszavehetik a szólás jogát az adott politikusnak, kemény 10 másodpercet kap, hogy elmondja a mondandóját. Illetve hát 50% levonás a juttatás az a fizetésre? Az a fizetésre. Egyértelműen? Igen. Jó, akkor a fizetésének 50%-ának a levonása 6 hónapon át. Uh-huh. Azért az nem kis dolog. Ez már rendes bunyó kell legyen. Hát igen, és mi van akkor, hogyha nem tudom, még arra még rátromfol, nem tudom, háromszor, ja, akkor a következő két évben nem kap fizetést. Nem, ő kell hordjon pénzt a szenátusnak. Igen. Igen, meg nagyon fontos ezt, akkor mondjuk el, hogy ez konkrétan, ez a 6 hónapos, illetve 50%-os megvonás például arra vonatkozik, hogyha mint ne nevezzük nevén politikusunk, felállsz és Facebook videót közvetítesz a terem minden egyes csücskéből, mert úgy szól akkor most az új fáma, hogy tulajdonképpen a saját helyéről szabad ilyen-olyan típusú közvetítés vagy rögzítéseket megejtsen az adott politikus, hogyha ezt megszegi, vagy áthágja ezt a szabályt, és mondom, elindul, sétálgat, meg a másik kollégunak az orrába nyomja a telefonját és a kameráját, akkor például erre kiszabhatják ezt a 6 hónapos meg 50%-os történetet. Igen, vagy a fegyelmi szankció alatt lévő szenátor nem képviselheti a törvényhozó testületet a szankció hatályba lépésétől számított legtöbb 3 hónapon át, ami azt jelenti, hogy 3 hónapig ő nem szavazhat törvénytervezetet. Az megint szerintem, tehát ez ki lehetne, egy jó politikus ezt kihasználhatná, hogy na gyerekek, van egy törvénytervezetem, de biztos vagyok, hogy ezek a honatják nem támogatnák, ha várjuk, hát a káronkodnak egyet, na akkor, akkor bedobjuk, mert akkor ők nem szavazhatnak, ugye? Tehát értelemszerűen. És szerintem ezzel tényleg lesz egyfajta ilyen érdekes játék, meg az, hogy ez pontosan hogy követik, ez engem is nagyon érdekel, de egy kicsit az az érzésem, hogy amint az iskolában, amikor nagyon rosszak voltak a gyerekek, és akkor a tanárnő, vagy a tanítónéni, vagy a tanítóbácsi kitalál egy szabályt, ami nincsen teljes mértékben átgondolva, hogy ezt majd hogy lehet végigkövetni, de a szabály mint olyan, elrettentő példaként kell hasson, hogy ez ne történjen meg többet. Vagyis, hogy azt hiszem, hogy itt is az lett az első számú dolog, szempont, hogy egy olyan törvénytervezetet próbáltak behozni, amely tényleg arra kényszeríti az ott lévőket, hogy ne is történjen többet ilyesmi. Aztán, hogy történik-e vagy sem, mivel már nem közvetítik élőben, nem tudom követni. A másik pedig, hogy nézzük meg, hogy igazából minden egyes szenátusi ülésnek, mint ahogy a másik házban, a parlamentben is, van egy ház elnöke, akinek azért valamilyen szinten, pontosan az a funkciója, hogy a rendet és a munkamenetet fenntartsa, illetve felügyelje annak a menetét, hogy minden megadott mederben történjen. Eddig azt nem tudom elképzelni, hogy milyen eszközök voltak, míg ez érvényben nem lépett, ugye, végre valahára ugye utólagosan beszélhetünk valamiről, ez is ritka itt a mikrofonok mögött, hogy milyen eszközök voltak a házelnök kezében, hogyha látott ilyen rendellenességet, egyszerűen lecsapta a ceruzát és kivonult az osztályteremből, mint a frusztrált tanítónéni, vagy nem? Ütögette a kalapácsot és kiáltotta, hogy liniste, liniste, liniste. Tehát, hogy ez volt az eszköz. És... Itt ébredt
élte fel, amikor közvetítették a parlamenti igen, illetve hát felesküdnek ugye ezek az atyák, hogy törvényt fogják tisztelni addig is, amíg ott vannak, és azon kívül is, és hogy ennek azt hiszem van is valami ilyen az esküben, hogy és tisztelik a a többi munkatársokat, meg hát a házelnöknek a jelzéseit. Én arra emlékszem, amikor volt ez a lökdösődős pulpitusról letolós történet, én nem tudom, hogy csak így utólag hozom el és mosom össze a Mónika Show-val, de nekem valami úgy rémlik, hogy mintha valami biztonsági őrszerű dolgok nem is értek hozzá a politikushoz, de ott megjelentek. Tehát, hogy szerintem azért tanulván a saját múltunkból, ha parlamenti, ha szenátori ül van szó. Szerintem ott azért egy-két bácsi széles vállal, szekrény háttal csak van, aki érdemben adott ponton ilyenkor így, mit tudom, közbe tud avatkozni. Azt mondjuk el a teljesség igényéért, amit Jocó mondott, hogy ez ugye azt mondtad te el, azt a változat, vagy azt a büntetést egész pontosan, hogy 3 hónapon át nem szabad effektív szavazzon az adott politikus, hogyha áthág egy törvény. Ezt fontos letisztázni, hogy ez arra az esetre vonatkozik, vagy konkrétan annak a büntetése, ha például ilyen sértő videó hanganyagot, vagy egyáltalán az ülést megzavaró valamilyen audiovizuális dolgot indítasz el ilyen-olyan készülékekről. És ez azért is nagyon fontos, mert például ebben az esetben nem csak ez jön, hogy maximum három hónapig nem szavazhat majd a politikus, hanem azonnal el tudják vezettetni. Uh-huh. Úgyhogy én innen is gondolom, hogy kell legyen valaki, aki elvezet. Tehát nem hiszem, ez a kötelező vakáció, gyerekek, ez is szerintem maguknak szavazták. Tehát, hogy mit tudom én el akarok menni 2 hétre egyet a családdal. Fizetett szabadságra? Igen, de valahogy nem tudom megoldani. És akkor mit csinálok? Hát mit csinálják? Hát bemegyek, káromkodok egy akkorát, hogy 2 hétig simán el tudok menni. Igen, vagy... Vagy elkezdek forgatni egy brüsszelis filmet. Nem? Igen, tehát, hogy egy ilyen akciófilmet. Hát nem, az is jó kérdés, mert okos ez a gondolat, amit mondasz, hogy elkezdenek majd sumákolni, meg hogy maguknak szavazták meg, de végső soron ott van egy 50%-os fizetés megvonás, amit igen. Olyan óvatosan kell lavírozni, hogy mit teszel, vagy nem teszel, ha szabadságra akarsz menni, de még maradjon meg a fizetésed téma. Igen, ezért mondtam az imént azt, hogy ez a fizetés, most nem tudom, satszoljunk csak, hogy mekkora lehet a fizetése egy szenátornak. 6-7 ezer lej körüli jutatásra. Jó, Kincső, te mit mondasz? Fogalmam sincs, én nem tippelek. Na jó, akkor én is azt mondom, hogy 7-8 ezer lej körül lehet, 10 ezer lejig gondolom. Na most, hogyha van egy olyan szenátor, akinek mondjuk az háttér üzleteinek a bevétele az napi, mit tudom én, 20 ezer euró, akkor annál azt hiszem ez a pénz nem igazán számít. Tehát azzal őt nem tudod megfélemlíteni. Persze minden pénz számít, valószínű, de hogy vannak azok a személyek, akinek azt mondja, hogy hát most ez a fizetés, tehát inkább a kapcsolatrendszer az, amiért ott van, nem a fizetésért, és nem azért, hogy valamit tényleg nagyon-nagyon tenni szeretne, vagy most elnézést kérek mindenkitől, aki nem így van. Igen, ugyanakkor felmerül a másik kérdés bennem, hogy ha már ennyire idáig eljutottunk, hogy ezeket papírra kellett tenni. Ugye ott tartunk, hogy ezt papírra kell tenni, mert ha nem, valakik folyamatosan majd ellehetetlenítik a szenátusi munkát, vagy egyfolytában kitalálnak. Szerintem ilyen kreatív üléseik vannak, hogy lennek, erre a hétre még nem találtunk ki semmi botrányosat a következő munkaülésre, valahol kapjuk már össze magunkat, nem lesz ez így, minden rendben fog majd menni, hogy ez mennyire fogja majd megkötni, mennyire fogja megkötni azokat, akik tényleg akár indulatosabban viselkednek egy tárgyaláson, vagy egy törvénytervezet megvitatása során, mennyire kell majd lábújhegyen járni. Ezt akarom igazából kihozni, mert mi minősül? Van egy szürke és nem egészen világos vonal, hogy mit minősül tényleg annak a dolognak, amikor valaki azt mondja, hogy én ettől már nem érzem biztonságban magam, bocsánatot kérek, ez már verbális agresszió, és akkor megint előveszük ezt a kártyát, és hirtelen kihúzzuk a teljes működését egy gyűlés alól. Szerintem most már abúzusról és verbális és nem verbális agresszióról is annyit beszélt a világ rajtunk kívül is a közelmúltban, az elmúlt pár esztendőben, hogy ennek azért vannak már valószínű egy behatárolt keretei. Most én se tudom őszintén egész pontosan, hogy egy káromkodás annak minősül-e, vagy hogyha téged minősítelek szavakkal valaminek, az már verbális agresszió is, de szerintem ennek valami keret
limitje, korlátja van. De én közben itt meg azon gondolkodom, hogy olyan szomorú azért, hogy egyáltalán ezt kell tenni, vagy ilyen dolgokban kell gondolkodni, hogy ilyen típusú szankciókat kell ugye szorgalmazni, meg hogy egyáltalán beszélni kell róla egy olyan világban, ahol elviekben demokratikus országként honatjáink, minket képviselő politikusok, nem az lenne egyébként a minimum elvárt, hogy józan paraszti ésszel, és nem csak, de valamelyest azért jó kommunikációs készségekkel, érvekkel, ügyesen meggyőzze egyik a másikat. Ilyenkor van az, amikor a élő rádiózásban beszélgetünk, és ugyanazt megfogalmazom magamban, várom, hogy hozzám kerüljön a szó, és erre kincső elmondja. És tudod, csak most én is, de esküszöm, ugyanezt akartam mondani, hogy van ebbe valami szomorú, hogy ilyen, tehát ezzel is eltelt mondjuk egy fél nap, hogy ezt itt szavazgattuk, ahelyett, hogy valami tényleg előre vívő, valami nemesebb dologgal foglalkoznánk, de azzal kell foglalkozzon a parlament, hogy saját magát büntetgesse, és azért hozzon törvényeket, hogy ő tudjon normálisan működni, miközben ez tényleg normális, hát iskolázott, intelligens emberek, mint ahogy azt ugye úgy sejtjük, hogy ő olyanok ülnek ott, az ország krémje, vagy az ország felső 10 000-éből legalábbis mentálisan, és mégis nekünk az kell nézni, hogy ilyen hírek vannak, hogy hoppá, eltelt a nap azzal, hogy meg kellett szavazzuk, hogy mi hogy szavazhatunk ezután, és hogy mi mennyire vagyunk rossz gyerekek, mert hogy rossz gyerekek vagyunk, sajnos nem tudunk épp emberek módjára viselkedni, hanem egymást meglökdössük, meghúzogatjuk, elküldjük egymást melegebb éghajlatra, és valamit tegyünk ezzel. Lehet az lenne a jó megoldás nekem most, egyébként tényleg szomorú, de most jut eszembe, lehet az lenne a jó megoldás, tudjátok, még a jó régi kommunista oktatási rendszerből hátra maradt. Ilyen nagymamám típusú pedagógusokat kellene óvonéniket beküldeni. De tényleg, aki a fültőnél megfogta a hajat, kettőt mozdította a fejedel jobbra-balra. Vigyázz, az is agresszió, már megint nem jó. Ja, igen, valószínű, hogy belekötnének ebbe. Agresszióra, agresszióval nem válaszolhatunk. De mondjuk van az a szigorú tekintet, vagy van az a suhanó vonalzó, amely nem csattan és nem lesz mondjuk körmös belőle, de már a legyintésétől mondjuk pelenkát kell cseréljen bármelyik felnőtt román vagy magyar politikus adott ponton, de közben meg az jut eszembe, látjátok, hogy olyan hihetet lehet kampányidőszakban, olyan ügyesen tud beszélni az összes. De tényleg, hogy de nem, amikor meg kell szólalni, amikor fel kell szólalni, most nem egy ilyen televíziós vitáról gondolok. Amikor vagy. Ígérni kell. Igen, olyan szép, szofisztikált gondolatok. Igen, senki mondatok. Nem ígéri azt, hogy én majd akkor át fogok verekedni itt a parlamentben, ha megválaszol. Viszem a molinómat, és jó lesz. Meg aztán közvetítem nektek Facebookon élőben az eseményeket. Akár azt is beírhatták volna, mert visszatérve a Jocó gondolatához, hogy tilos ilyen colstokkal bemenni ülésre, és különböző méreteket levenni, mert annak is következménye lesz majd. Igen, ez az önmagunk fegyelmezéshez jó kérdés. Ugyanakkor pedig bármennyire is ijesztő, vagy akár szomorú, hogy ti mondtátok, hogy idáig eljutottunk. Gondoljátok bele, hogy annak, aki, és előlegezzük meg a bizalmat, annak, aki például tényleg szenátusi tagként szeretne dolgozni, és akár késő esti órákig egy törvénytervezeten átrágja magát, hogy lehetne esetleg úgy hozzászólni, olyan javaslatot hozzátenni még egy törvénycsomaghoz, egy döntéscsomaghoz, hogy ez valamilyen szinten előre vigye az országot, és akkor bemegy ülésre, és próbál ténylegesen munkát elvégezni, és mindig előkerül az a bohóc, aki akadályozza a munkát, és egyszerűen nincs eszközöd arra nézve, hogy ezt a bohócot valamilyen szinten visszafogd, vagy kiiktasd a képletből. Tehát érthető az, hogy előbb-utóbb ezt meg kellett lépni, hogy most jutottunk idáig, az egy másik történet, de hogy én hiszek abban, ha legalábbis nem abban, hogy mindenki a szenátusban tényleg a jó szándékos népi képviselettel megy oda, hogy néhány ember szeretne ott jót tenni. Akkor már hagyjuk őket dolgozni, és ne ilyen bohóckodásokkal állítsuk meg a munkát. Nézd el úgy, ahogyan jól megfontolt stratégia szerint, ahogy a Jocó is utalgatott félszavakban, az összes ilyen balhé előre megfontolt szándékkal és okosan kitalált módszerre volt ez letéve az asztalra. Én itt egyetértek Jocóval, hogy valószínű, hogy ezek a szankciók is pont úgy jól előre kitalált és megfontolt ötleteket és lehetőségeket adnak majd arra, hogy gátját szabják adott politikusok adott kérdéseknek. 07-26-71-99-66 továbbra is ezen az SMS számon várjuk a hozzászólásaitokat. Hármas szabály. A maga nemében páratlan.
érkezett néhány hozzászólás az előző órai témánkhoz is, úgyhogy egy picit még visszakanyarodunk akkor ahhoz a körhöz. Ugye az volt a kérdés első körben, hogy mi a helyzet az olyan párkapcsolatokkal és párkapcsolatokban, ahol igencsak nagy a korkülönbség. Ennek kapcsán pedig úgy tűnik, hogy többeteknek volt véleménye. Mi néhány példát már mondtunk, de volt olyan hallgató, aki másik példát is hozott. Igen, Levi hozott egy példát, hát nem írt hozzá semmit, hogy ő erről mit gondol, vagy mit nem gondol. Azt se írta hozzá, hogy az ő párja és közötte mennyi a korkülönbség. Levi, ezt is megírhatod nekünk, lehet, hogy nálatok még nagyobb, mint ahogy te írod. Azt mondja, ott vannak Macronék, 25 év a korkülönbség. Hát ugye, mint tudjuk, Emmanuel Macron köztársasági elnökről van szó, és valóban egy nagyon-nagyon nagy korkülönbségű párja van, de hát nagyon-nagyon jól élnek, én ahogy látom. Neki. Tehát, hogyha ez az ára, hogy valaki vezessen egy ilyen gyönyörű országot, mint Franciaország, hát akkor lehet, hogy bevállal. Ahol ilyen gyönyörű fiatal hölgyek is vannak, ugye, és hozzák meg, hát a franciák. Mindig csak a haszon, óti férfiek. Igen, meg hát megint látod a sztereotípa, hogy franciáknál ott az a minimum, hogy ilyesmi megtörténhessen. Anna ír nekünk Facebookon, közben azt írja, sziasztok. A nagyobb korkülönbséggel rendelkező párkapcsolatok között nekem nincs gondom, már 15 éve együtt vagyunk, jó pár év a korkülönbség köztünk, de nagyon jól megvagyunk, és mindenki elfogadta, a szüleim is, és a baráti kör is. Anna, neked is szép napot, köszi az őszinteséget. Igen, csak vissza szeretnék térni, Endre, hogy mondtad, hogy milyen fiatal feleség, de nem, 25 évvel idősebb a felesége. Tényleg. Tehát a felesége született 53-ban. És Macron? És Macron, hát 25 évvel nincs bekapcsolva a számolóképünk is. Tehát Brigitte Macron így néz ki. Nézem csak meg, mert az igazság, sosem nézte. És ő most pontosan hány éves? Hát ha 53-ban született, vagyunk 2023-ban, akkor 69 éves, és így néz ki a pasas. Hát figyelj ide, valamit. Tehát a pasas lehetne a Barbie filmnek a főszereplője. Hadd nyilatkozzak most én is, hogy egy kicsit a már meglévő sztereotípiákat tovább erősítsem, ha én valaha eljutok oda, hogy 50-60 pluszosan akár lehetőségem lesz, egy nálam jóval fiatalabb, mondjuk elnökkel összejönni, azt hiszem, hogy én se feltétlenül mondanám azt, hogy erígy, fordulj meg, s menj haza, hanem lehet, hogy azért azt a rendezvút bevállalnám, amire elhív. De abszolút nem a haszonlesés véget. Ne jaj, nem. Azért jó egy köztársasági elnök a házban. De sosem árt. De attól függ, mert hogyha azt veszed, hogy valószínűleg annyi dolga van Macronnak, hogy ideje sincs otthon lenni érdemben. Azért tetszene neked? Hát figyelj ide, a kertészt is fel kell fogadja valakinek, a medence pucolót is fel kell fogadja valakinek, a háztartást is kell vezetni. Ennek hát valakinek a köztársaságot is kell vezetni ugye ebben a képletben. Igen, nem véletlen, hogy szerintem hallgatók reagálnak erre a kérdésre, vagy erre az élethelyzetre, amit itt felvázoltunk még korábban a mai hármas szabályban, és már megint odajuk adunk ki, hogy érdekes, hogy másképp reagálunk, amikor egy celebről van szó, vagy egy közszereplőről van szó, ez esetben egy köztársasági elnökről, vagy akár hollywoodi sztárokat is felemelegettünk kincsővel, és másként reagálunk, vagy másként nézünk egy ilyen élethelyzetre, akkor, amikor a közvetlen környezetünkben, akár személyes ismerőseink, vagy baráti körünkön belül van, azt egy kicsit, mint a közelebbről néznénk, vagy testközelből tudjuk azt megvizsgálni. Ilyen szempontból lehet, hogy inkább az ilyen rózsaszín köztársasági elnökös hollywoodi sztáros történetet egy kicsit másként kóstolgatjuk. Igen. Közben érkezett még egy másik hozzászólás is, hadd olvassam el nektek, mert szép hosszú és egyébként jó gondolatokat feszeget a hallgató, megpróbálom, Manyinak hívják. Igen, megvan a neve is, szóval Manyi a következőket üzeni főleg nekem. Sziasztok, szerintem könnyű elítélni másokat, és könnyű azt mondani, hogy mindenki foglalkozzon a saját dolgával, de drága kincső, azt a gondolatot, hogy saját gyermeked miként akar majd élni, és főleg kivel, a szíven üt minden szülőt. Minden fülig és vakon szerelmes gyerek szabályszerűen ellenségnek véli adott pillanatban a szülőket, ha nem értenek egyet a szíve választottjával. A korkülönbség nagyon is számít, elsősorban gyerekvállalás esetén, hogy mindenkinek saját döntése az egy dolog, és hogy jelen világunkban inkább az anyagi érdekek vannak előtérben, az külön téma, de ezt csak akkor fogod fel igazán, amikor szülő vagy, és a gyereked jövőjéről van szó. Nagyon fontos, hogy maximálisan egyetértek Manyival. Szó se róla, tehát szülőként valószínűleg, főleg, hogyha a fajfenntartás és utódnemzés és minden más is szóba kerül, persze, hogy az a legfontosabb, hogy egyrészt a gyermeked boldog legyen, másrészt a család és a gének és a minden más is öröklődjön tovább, csak
én függetlenül attól, hogy hány éves az ember, hogy szülő-e vagy gyereke adott élethelyzetben, én szentül hiszem, hogy mindenkinek joga van megválasztani azt, hogy a szeretett fél az ki legyen. Aztán az összes többi körítés, ami tartozik, az józan eszünk, érzéseink és minden más mentén szépen ügyesen kialakulhat, és ki is kell alakítani, de első körben ne felejtsük el, hogy mindenki egy saját egyéni személyiség. Talán ez a legfontosabb nekem. Hármas szabály. A maga nemében páratlan.